Az István Király Általános Iskola tanulói egy kezdeményezés keretében a Bakony utcai játszótér fáit locsolták meg, amelynek már éppen itt volt az ideje, hiszen a hónapokon áttartó szárazság nem kedvezett a növényeknek. A gyerekek a Fehérvár a fákért mozgalom képviselőinek buzdítására indultak a szabadba. Az akcióval a későbbi cél az is, hogy olyan javaslatokat vigyenek a polgármester elé, amelyek által egy élhetőbb város alakulhat ki. Az egyik legfontosabb javaslatunk az az, hogy szeretnénk, hogyha átláthatóbb lenne az egész környezetvédelmi tevékenység a városnak, hogyha a város honlapján a lakosság könnyen elérhetően megtalálhatna azokat a lépéseket, intézkedéseket, amelyeket a város a környezetvédelem érdekében tesz. Emellett pedig szintén fontos lenne az is, hogy a lakók saját környezetükben tegyenek apró lépéseket a növények megóvásáért. Mindenki a városban a saját lakóterületén azt a parkot, ház előtti zöld területet, akár csak egy kis ágyást, ami a házuk előtt van, tulajdonosi szemlélettel állna hozzá, és gondoskodna róla, hogy nem csak akkor érezné magaménak a fát, vagy a növényt, amikor leülök egy padra és látom, hogy milyen szép körülöttem, vagy éppen árnyékot ad, hanem akkor is, amikor gondozni kell. Ezeken kívül pedig számos funkciója van a fáknak, amely a mindennapi élethez nélkülözhetetlen. Csete Gábor elmondta azt is, hogy fenntartásuk a klímaváltozás miatt veszélybe került, ez pedig 60-70 ezer faegyedet is érinthet. Nagyon nagy szükség van arra, hogy ne csak arra számítsunk, hogy a Városgondnokság fog fenntartani mindent, hanem egy ekkora mennyiségén igenis nagyon fontos, hogy egy közösséget képezzünk, és érezzük a fáknak a fontosságát, mert csak végig kell gondolni, hogy egy ilyen meleg nyár folyamán mit ad nekünk a fa. Tehát, hogy ő adja azt, hogy árnyékot ad, ugye párologtat, megfogja a port, zajt, tehát ennél fontosabb ökoszisztémai szolgáltatásai nem is lehetnek egy fának, és még sorolhatnám. Szeptember 7-én szerdán a Fehérvár a fákért mozgalom képviselői Cserpalkovics András polgármesterrel találkoznak, azért, hogy kialakuljon egy hosszú távú együttműködés a város vezetése és a lakosság között a természeti értékek megóvása érdekében.